utóbbi időben az előadói része a Rádió Kabarinak nagyon megerősödött a stand-uposokkal, és nagyon nagy hiány lett a szerzőkből. A Rádió Kabarinak egy régi-régi műfaja, hogy valaki valamit megír, és azt találkozik egy előadóval. Nagyon gyakorló anyagok ezek. Van egy-kettő kivétel természetesen, de azért a többsége szerintem nem. Tehát, hogy még sok gyúrást igényel. És a mámor az meg akkor van, hogyha sok poén van, és nagyon röhögnek. Nekem az átlagom 10 pontból egy olyan 5,5 egyelőre, ami nem annyira jó átlag. Tehát szerintem a közönség olyan 7,2-től tud önfeledten szórakozni. Másfél ezelőtti humorfesztivál egyik győztes vagyok, a 98-as, akkor kifejezetten abszurd jeleneteket írtam. Dolásai Róbert már akkor is a zsűriben volt, azóta is főleg zsűrizéssel vetette észre magát, tehát a humoros műveket még várjuk tőle is, amit zsűrizhetünk, de ez csak vicc. Kifogyóban voltak azok az emberek, akik képesek 2, 3, 4, 5, 6 szereplőre megírni karakteres, valamiről szóló jeleneteket. Hát most ki fog derülni, hogy ebből a rengeteg emberből a tapasztalt zsűri tart-e erre érdemesnek valót. Én nagyon remélem, hogy lesznek. Azért az író azért jó, ha van. Azért ne haragudsz, hogy ez egy anyag azért nem árt. És tessék mondani, mi lesz a film címe, ha szabad érdeklődnöm? Igen. A hím gorilla és a könyvelő vad éjszakája. Ne felejtsük el, ugye, hogy bejelentkeztek először, ugye rögtön a legjobbat akarták küldeni, és akkor most tovább jutott, és akkor mi van vele? Akkor most előveszi a második legjobbat, a fenedje meg a döntőre. Ezt csak én gondolom, persze. Azt mondjuk nagyon biztató, hogy irtózatos mennyiségű anyag érkezett ide, és hát nagyon élvezők, arról nem is beszélve, hogy itt hátul olyan kollégákkal is találkozok, akikkel már nem is tudom mikor. Itt mindenki mindenkit ismer. Rohadt nehéz vígjátékot játszani, mert ugyanolyan mélyre kell lemenni belül. És na, ez siker volt. De tehát nagyon-nagyon nehéz szívből megnevettetni az embereket. És nagyon jó. Itt bármit lehet. Tehát, hogy amit a legdurvább álmaidban kitalálsz karakter, azt itt megvalósíthatod a mikrofonon keresztül, és ez olyan hihetetlen szabadság, olyan, és nagyon nagy feltöltődés maga ez. Tehát, hogy bármit megengedhetsz magadnak, és ez hihetetlen jó érzés. Véleményed szerint mi az oka annak, hogy a kínaiak jobban szeretik a főtt tojást, mint az indiánok a balacsit? Felteszem újra a kérdést, mert elröhögtem. Tréfásabb volt így. Véleménye szerint mi az oka? Hányra jöjjek vissza, tessék mondani. Az, hogy a zsűri humorát is meg kell tanulni, ami a közönségnek úgy vettem észre. Tehát azért elszabadultunk mi az előző körökbe is. Most szerintem feszült ebbe a légkör ahhoz, hogy ezt feltétlenül torrálják, hogy mi bohóckodunk. Az az igazság, hogy nem én beszéltem furcsán, csak önök nem tudják, hogy itt ilyenek az értékelések. Tehát, hogy a zsűri értékel. Hát én láttam a döbbent arcokat. A dolák sminkeltetett. Igen. Mondtam, rádióban vagyok, most mit maszatolnak a pofádon, de kiderült, hogy ezt felveszik tévére is. Nem a ezt saját műsorom. Tudom, tehát, de azért el a közönség megnyugtatásra gondolom, hogy mindig így kezdünk, aztán a zsűri elfárad, és akkor visszamegyünk a saját helyünkre. Nem akarok itt tanult kollégáim nevében beszélni, hiszen ők párhuzamosan beszélnek velem. Legalább egy olyan jó 20-as, 25-ös népsorom van, akikkel én fogok tudni majd dolgozni.